Sziasztok, itt vagyunk a csomagalapú kihívás következő részébe, és hol te, hol vagy? Miért vagy itt a... Miért vagy a kórházban? Hát már a gyerek ott van. Menjél haza. Ezt nem értem, hogy miért került a kórházba, hát ez nem is kerülhetne ide még. Ó, hát ma megszültél minden. Tettünk ide pár dolgot is. Csakod meg egy kis buksiját. Csak? Édes pofa. Mutasd meg neki. Eddig nem látta. Ez ottan mit? Ez egy koszos belega. Igen, szeret plegykálkodni. Jaj, de jó. Jaj, barátokat szerezzen, igen, neki ezt meg kell csinálnia. Ez itt mi? Takarítsd csak el utána. Te meg éhes vagy. Te, és mit? Azt nem mondod, hogy kukázni mentél. De nem csak kiviszi, jó van. Zolod, most te kukázzál. Nem kukázunk mindig. Gyere, egyél. Nem tudom, mit akarsz elni, de egyél. Hogy csinál valami? De miért vagytok izébe? Itt most hideg van, nincs itt termosztát? Lehet amúgy tényleg. Nem tettem termosztátot? Aha, na mindjárt teszek egyet. Elfelejtettem. Jó, hát te nem folytathatod, én nem. Ne dobd el, ne dobd el, kérlek. Jaj, ne. Jó, folytatja. Apuka meg kikészült, de meg alszik. Aludj el rendesen. Ja, hogy csak magadnak csináltad, de kedves vagy. Valami húsgombócok, tamális húsgombócok. És miért nem öltözöl át? Miért vagy mindig ebbe a ruhába? Na, azért. Jó, majd elmosogatok, persze. Van ilyen kifejezetten külön, nem is figyeltem. Adja neki tejet. Jó, te állandóan lefoglalod. De állandóan. Gyere ide. Adja neki enni valamit. Anyuka meg végre hadd aludjon normálisan. Micsoda? Ja, napról napra telik az idő. Hát, láthatjuk, van, igen. Hol van? Bálja, neked meg kéne munkát találni, és most nem megyünk veled, hanem csak elküldöm. Hol is tartunk? Uha, Ariel. 8-as. Ó, igen. Igen. Ja, és akkor nem arról volt, hogy elmegyek vele, nehogy valami történjen. Jó, akkor még is elmehetünk vele. Mikor lesz? 9-kor. De már 9 óra van. Kicsit lehet soká. Sokát csináltuk.
Na, mi lenne, ha te, ő felnőne? Azt mondja, hogy égyebb. Jaj! Van ott egy izé, valami kis... Jaj! Ott! Ez mi? Billy? Szeret játszani akar? Mik vannak egyébként? Száli napos! Kalm, nyugodt. Ah, mindenképpen kalmat szeretnék, nyugodtnak. Jaj! Ho-ho-ho! Hát ez milyen cuki volt már. Ez kell nekünk, ez a bébi. Hát csak 250 szimoleon, nem is olyan sok. Jó, a baba, vagy most mit kell, várjál? Hogy az egyik szülőt, igen, hát ők a szülők. Vendégek. Nem tudom, már jöjjön egy pár vendég. Mindenki szeretnék szakácsot, vagy nem szeretnék szakácsot? Meg mixologist? Nem, akkor azt nem szeretnénk. Mindenképpen a házba szeretném. Ez a mi házunk, ugye? Igen, 100-szor szép piskó. Cuki. Nagyon édes. Aha. Itt tudom megváltoztatni az outfitjét. Ó, ez meg terhes. Ó, kaptunk ajándékot, de jó. Igen, máshol nem tudjátok letenni, csak oda. Hát nem arról volt szó, hogy ez egy nyugodt baba? De most neked a babáról kell beszélgess, mert nem beszélsz a babáról. Akkor nem lesz jó úgy. Na, alszik, jó van. Azért nyugodt baba, úgyhogy légy szíves, nőjél fel ahhoz, hogy nyugodt vagy. Én nem tudom, miért mindig ebbe a kabátba öltözik át ez a nő. Na, hol találtam ezt a small talk-nál? Családcentrikus, ja? Családcentrikus, még besz... Miért hozott ide erről rép? Ja, hogy ilyenkor átmegy ez a családcentrikus érzés. Ugye, igen, te lehet, hogy jobb lenne, ha elmenni lefeküdni, szerintem is. Majd mi ezt intézzük. Ötös, jó, akkor még valakivel beszélgetnünk kéne erről. Thank for coming, köszi, hogy eljöttél. Ja, ez a gyerek, hát megőrít. Lehet vele csinálni. De most megettetem, akkor... De mit kell itt csinálni? Fotót kell csinálni, azt mondja, hogy... Oh, aha, hármat. Oké. Okay. Akkor csinálj egy fotót. ez nagyon jó. Ez nagyon jó, rólad is csinálunk. Ó, csak ennyi volt. Jó.
Még valakivel beszélnünk kéne a babáról, és akkor szerintem most el is fogjuk érni, de majd mindjárt kiterítjük, hogy vele róla még nem beszéltünk. Na, azért, oké, most már elértük. Jól van, ezt szerettem volna. Akkor ezt most már kioffolom. Így van. Úgy van, akkor most megnézzük ezt az új ágyat. Itt van, kaptunk is egy új ágyat. És itt aludhat a baba. De oda nem teszem be, mert akkor nem fog tudni aludni. Ó, és kaptunk játékokat is, de jó. Ide teszem. Jó, hát... Oké, ennyi. Egyel ennyi. De jó! Ezekkel tud játszani. Le tudom tenni? Hát, kikészült. Adja neki enni. Jaj, de cuki! Anyuka meg már teljesen kikészült, úgyhogy gyere menjél aludni. És akkor gondolom majd akkor holnap megy. Sőt, ezt lehet, hogy kioffolom majd. Vagy ne offoljam ki. Ezt kioffolom most. Elmenjen dolgozni. Neked mi bajod van? Te beteg vagy? Lehet, hogy ő beteg, ki kell valamit verjek. Jaj, nem is itt akartam. Nem, ezt akartam. Honnan tudjam, hogy neki mi baja van? És miért nem csinálták meg? Beszélj hozzá. Mit tudom én? Hát... Nem is tudja használni. Akkor tedd ide le. Na, nem tudom, hogy... Valamiért nem tudom, hogy nem adja ki ezt nekem most, hogy vegyek neki egy gyógyszert, viszont veszek neki ilyen tejásat. Hol is van az a tejás? Itt van. Még mindig ez a két szín van csak. Jó, és akkor főzök vele valami teját vele. Nem tudom, hogy ezek most miért... Hogy most mindenkinek ilyen, vagy tényleg ez van, hogy az egyedi tartalmak egy kicsit furcsán viselkednek. De egyébként meg piszkosul mennyi már haza, mert már nagyon unlak, hogy itt vagy. Jó, hát... Nem baj, hát ha még lesz esetleg gyerek, vagy tovább örökítjük, meg itt már feloldottuk, akkor remélhetőleg ez már most mindenkinek jó lesz. Igen, és egy kicsit olyan furán áll itt. És még így ad azt a... ...izét. Te neked már megint mi bajod van? Kaptál már enni. Szereti a szeretetik, gondolom csendes, de ez, hogy mi, hogy hasfájós? Jaj, lehet, hogy hasfájós egy kicsit. A gázok. Na, jól van. Micsoda panelek vannak itt. És nézd meg. És nem ment el lefeküdni? Nem. Pisi már be, léci. Nagyon szeretném. Köszi. Köszi, ezt megadtad nekem. Elég legyen már ebből az ivászatból, komolyan.
gyere utána aludni. Ez nehéz volt. De ha nem teszem ide, akkor neked tudsz ezzel játszani tényleg így? Rá tudok még egyet? Azt mondja, hogy... Nézze meg a játékát. Nézze meg a játékát. Meg tudod nézni a játékodat? És mutatja, ahogy mi bajai vannak. Ámos! Szüksége van neki segítségre. De vannak ilyen panelja is? Szórakozni szeretne. És ágyban aludni. De hát, várjál, akkor lehet azért nem tudom ide tenni, mert túl közel van. Ha. Jó, akkor kipróbáljuk a kis ágyat. Köszönjük szépen, nagyon kedves vagy. Na. Hoppá, itt van valami. Ács, itt tegyük csak az inventoringba. Hát én ezt nem is láttam. Nem fog tudni eljönni, na várjunk. Mindegy, majd elmegy a marról, nem érdekel. De ez nagyon kicsi lenne ez a lakás, úgy látom most már. Éke, de tudja tenni. Nem is tudom, hogy itt megint itt vannak, megint takaríthatsz. Hol van nála egy kis vécé? Kapott ajándékot, kis vécét, ajándékot is kapott. Mit tudom én ezt? Ezt se tudom elrakni, mi? Hát nehogy már. Ide egy játékot, oda teszem. Ó, és most többet csinál, tehát rendes. Na azért. Vegyél, kelljél föl, és akkor neked itt van, porszívod van. Akkor... Jaj, vécézned kell, jó, akkor először menj a vécére. És aztán pedig porszívóze. Ja nem, porszívóze. Ó, kaptunk valami születési anyakönyvi kivonatot, kaptunk megint valami játékot. Ez nekünk nem kell. Akkor fülhallgat. Ez, ja, a képek. Hogy egyik se foglalkozik vele. Még megpróbálom, aztán tényleg abba hagyom ezt a részt, mert ez itt... Ja, mert azért, mert alszik, vagy miért? Miért nem megy? Miért nem teszi tisztába? Jó, kelts föl! Édes bogaram, keljél föl, mert tisztába kell tenni a kis fenekedet. Aha, fel kellett ébreszteni. Hoppá, hoppá.